Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ma az ásramban. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt megjelenhettünk. És szeretném a zen velejével kezdeni. Az ember több ezer éve keres válaszokat nagyon mély kérdésekre. És általában gondolati és érzelmi alapú válaszokat adunk, és ezek egy részét tapasztalati úton is elsajátítjuk, nagy részük viszont megmaradnak itt a felső csakrákban, és várnak arra, hogy tapasztalat legyen belőlük. A zen, a buddhizmus és a taoizmus elegyéből keletkezett, egy több száz éves természetes összeolvadási folyamat útján, és az a változat, amely Dél-Koreában ma gyakorolható, az Kínából érkezett oda, több száz évvel ezelőtt, a buddhizmus virágkorában, amely Kínában a Tang dinasztiának, Kóreában a Silla dinasztiának feleltethető meg. Tehát ma este kóanokkal szeretnék kedveskedni mindenkinek, azért, mert a kuanok azok, amelyek közvetlenül a tudatra irányulnak, nem függenek az írásoktól, tesztelik és fejlesztik azt a megvilágosodott tudatot, amelynek minden környezetben működnie kell. Működnie kell, ha testben vagy, és ha nem. Ha ébren vagy, vagy alszol. Ha cselekszel, vagy nyugalomban vagy. Ha beszélsz, ha mész, bármiféle tevékenység során a buddha természetednek működnie kell. Ha nem, akadályt tapasztalsz, ha azonosulsz az akadályjal, akkor félsz. Innentől kezdve a koanoknak óriási szabadító erejük van. Eredetileg a koan közügyet jelentett, sőt a közügyek másolatát, a másolat és az eredeti egymás mellé helyezését, egy pecsét ráhelyezését a két szélre együtt, és hogyha esetleg bármiféle kétség merült volna föl a hitelességgel kapcsolatban, akkor az eredetit és a másolatot össze lehet illeszteni, és látják az emberek, hogy a pecsét két fele egy egészet ad. Ugyanígy a kérdés és a válasz egy egészet ad, a tanító és a tanítvány tudata egy egészet ad, az út megnyílik, és ezáltal az ember és a világ egy egészé válik. Mik ezek a koanok tehát? Olyan paradoxonok, amelyeket tudatos gondolkodással, bevet érzelmi mintákkal nem tudsz megoldani. Miért? Mert mindig elbillensz valamilyen szélsőség felé. Akár a jó, akár a rossz tudata felé az én és a más tudata felé, a dualitások számtalan kombinációja úgy érvényesül, hogy újra termeli a problémát. Honnan tudod, hogy megoldottál egy kérdést? Onnan, hogy többet nem kell megválaszolni. Honnan tudod, hogy megoldottál egy problémát? Hogy nem jön veled szembe újra, és hátulról se húz rád egyet. Tehát nem termelted újra. a koanok pont ezt, az intuitív, nem dualisztikus, tiszta, jelenlévő tudatot célozzák meg, nevelik föl, és teszik elérhetővé mindenki számára. Az egyik legnagyobb zenmester, Zhou Zhu, kínai Chao volt, külön kötetnyi koan maradt hátra, és az egyik nagyon érdekes kérdés és válasz közte és a tanítványa között így zajlott le. Mester, miért ment Bóthi Dharma Kínába? Ciprusfa az udvaron, felelte Zsózsó. Első kérdés. Miért ment Bóthi Dharma Kínába? Második. Mit jelent az, hogy Ciprusfa az udvaron? Harmadik. Milyen összefüggést látsz a kérdés és a válasz között? Ha gondolkodsz, ezeket nem oldod meg. Elkezded pörgetni a spilt vagy az óradúgó gerincű felpattanót, és gondolat gondolatnak adja a kilincset. A koan leszoktat arról, hogy állandó diszkúzív gondolkodással, vagy logikai műveletekkel akarj megoldani mély kérdéseket, hiszen csak teológiát, ideológiát, praxeológiát, egyebeket gyártanál rá, de nem cselekednél. Nem tennéd azt. Nem válnál azzá. És itt a kérdés, az első kérdés, az az, hogy miért gyakorolsz? Számodra mi az ennek az értelme, a jelentése, a működése? Ez egyenértékű azzal, hogy miért ment Bóti Dharma Kínába hiszen ő is a tant vitte Kínába, Indiából, megtanulván a nyelvet körülbelül két-három év alatt, és az első igazi koan stílusú párbeszéd az közte, és az akkori Liangbeli Wu uralkodó között zajlott. És ez a párbeszéd rendkívül érdekes volt. Addigra Kínában már virágzott a buddhizmus. Ez Krisztus után a 6. század. És körülbelül Krisztus korától már nagyon jól látható, hogy mennyi szútra, mennyi mantra, mennyi meditációs praxis ment be a kínai kontinensre. Rengeteg. Rengeteg. Több ezer templom épült, és utána még több ezer templom épült, és az uralkodónak számos szerzetes tanító volt a tanácsadója. Tehát ismerte a tant fogadta Bóthi Darmát, és megkérdezte. Számtalan templomot emeltem, számtalan szerzetest támogattam. Mennyi erényt gyűjtöttem ezáltal? Megnyitunk egy zárójelet. Ez a Lótusz Sutrának a tanítását szeretné tesztelni Bóti Darmán. A Lótusz Sutra beszél arról, hogy jó tett helyébe, jót várj. Hogy mi a jó karma, mi a rossz karma mit cselekedj ahhoz, hogy helyesen élj, és mi a helytelen. És a legmagasabb rendű erények egyike, hogyha segítesz másokat a spirituális úton járni, a felébredést elérni, és ugyanezt visszahozni a mindennapi életbe. Ez a bóthiszatva út. A bóthiszatva jelentése a világban megjelenő, megvilágosult lény, mely segítően fordul a többi lény felé. Buti darma egy egymondatossal válaszolt: Nincs erény. Ez nagyon-nagyon megdöbbentette az uralkodót. Ő valami olyasmit várt, hogy végtelen nagyságú erény. Hiszen számtalan szerzetes, számtalan templom, és akkor a paralel logikus minőség, hogy végtelen erény. Tehát örök élet és rögtön a napnyugati paradicsom. És erre kapott egy nagyon komolyat, hogy nincs erény. Mentendő a menthetőt, az uralkodó második kérdését is föltette. De hát akkor mi a jelentése a szentiratoknak? Mire bot hidarma? Végtelen tér, semmi szent. Ez teljesen kihúzta a talajt az uralkodó lába alól, és feltette számára a legerősebb, harmadik, utolsó kérdést. De hát akkor ki áll előttem? Mire bóti darma? Fogalmam sincs. Ez a két kínai karakter, ez a wu sön ez szó szerint nem tudatot, vagy nem tudót, vagy nem létezőt jelent. A legjobb fordítása még mindig az, hogy fogalmam sincs, nem csak azért, mert frappás, hanem azért, mert korrekt is. Ha nincs önképed, egy önvalóról leválasztott, egyénített önképed, akkor magadról tényleg fogalmat sincs. Ekkor az uralkodó azt mondta, semmi közöset nem látok bennünk, távozhatsz. Botidarma sarkon fordult, felment velybe, ahol Shaolin templom néven ugye, már azelőtt több évszázaddal már gyakoroltak, és kilenc évig ült a barlangban, a fal felé fordulva. Amikor az uralkodó meghallotta, hogy Bodhidharma fölment Shaolinba, akkor megkérdezte Csimestert, aki ott volt az udvari tanácsadó. Címester mégis ki volt ez? Erre Csímester azt mondta, ő volt a valókítés orra élő megtestesülése, aki a budha tudatának a pecsétjét hordozza. Az uralkodó észbe kapott, egy: jaj, 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 küldes utána valakit, hívd vissza, hívd vissza. Erre csímester azt mondta, felség, az egész országot utána küldhetné, akkor se jön vissza. Úgyhogy ez Bóthi Darmánnak a rövid rezüméje, még van egy-kettő, de térjünk vissza a Giorgio Féle második kérdésére. Ez pedig az, hogy mit jelent az, hogy ciprusfa az udvaron? Ha megszólalsz, hiba. Ha nem mozdulsz, hiba. Ha követed az elgondolásaidat, hiba. Ha olyan a tudatod tisztán, mint a tér, tisztán, mint a tükör, akkor abban spontán megjelenik a válasz. Ennek a spontaneitásnak az elérése és a helyes használata az en gyakorlata. A gondolatokkal semmi gond, de szolgálnak sokkal jobbak, mint uralkodónak. Az érzelmekkel sincs semmi gond, de szolgálnak ők is sokkal jobbak, mint uralkodónak. Úgyhogy mit szolgáljon az ember karmája? Mi az a magasabb rendű tudat, amely szolgálatra érdemes? És ekkor a buddha természetről, a felébredés lehetőségéről szóló tanításnak különleges jelentősége van. Hiszen ha nem látjuk meg egymásban ezt a megvilágosodottat, a lehetőséget, az utat, akkor magunk sem tudunk járni rajta. Úgyhogy ennek a buddha természetnek a tapasztalása csak ebben a pillanatban képzelhető el, és valósítható meg. A múltra, jelenre és jövőre széttagolt tudat, a jóra és a rosszra, az énre és a másra szétesett tudat nem érheti el a felébredést, nem tud egyé válni. Állandó rutinokat, szokásokat pörget, állandó vágyban és haragban a tűzben ég. És a buddha tanítása semmi más nem tesz, csak kihív ebből az égőházból. Ki akarunk-e jönni? Általában körülnézünk, és mivel a bensőt már megszoktuk, és ott meleg van, vissza is megyünk. Tehát kirándulunk egyet a darma mezején, és látjuk a lehetőségeket, és utána pedig a megszokások közé szépen visszaoldalgunk. A Kuanok kapuin való keresztül haladás azt jelenti, hogy ott mered hagyni a komfortzónádat, ahol a megszokottságon kívül a helyhez kötöttség és a szenvedés is ott van. A kicsi boldogság is ott van, de hogyha elmered hagyni ezt a mentális komfortzónát, akkor engeded azt, hogy ez a boldogság még egyszer szembe jöjjön veled valahol az úton. De ahhoz a saját szenvedésedet el kell tudni hagyni, a saját önképedet el kell tudni engedni, a saját karmádat meg kell tudni haladni. És ezért a meghaladó mozdulatért érdemes a gondolatoknak és az érzelmeknek is az utat szolgálnia. Az egyénnél valami magasabb rendűt észrevennie. Mindannyian szerepben vagyunk. Emberi test, emberi tudat, emberek vagyunk. Nézd meg magad a tíz évvel ezelőtti állapotodban, a húsz évvel ezelőttiben, a harminc, negyven, esetleg ötven évvel ezelőttiben. Mit látsz? Ezek az önképek azonosak vagy különböznek? Úgy viselkednek el, mint a gyöngyök, amelyek föl vannak fűzve egymás mellé, de valami mégis összetartja őket, amit nem látsz, vagy pedig csak értelmetlen változások sorozata. Szintén Józsu mester egy gyönyörű látogatását szeretném most idézni. Ő a Tészán hegyre ment föl, meglátogatandó egy kolostort, és lent a völgyben találkozik egy öreg a mahaján a történeteknek sajátja az öregasszony figurája. Még van belőle rengeteg, de most azt szeretném idézni, amikor az öregasszonyt megkérdezte Gyógyú mester hogy Öreg anyám, melyik út megy Tészánra? Az öregasszony elmutatott egy bizonyos irányba, Gyógyú tett egy pár lépést arra felé, és az öregasszony így szólt. Engedelmes szerzetes vagy ugyan, de mégis inkább erre kéne menned. És egy másik irányba mutatott. Első kérdés. Miért tette próbára az öreg asszony a szerzetest? Második kérdés. Amikor JoJo próbára tette az öreg asszonyt, akkor volt tudata, vagy sem? Harmadik kérdés. Melyik út megy valójában tészánra Szó szóval szerint ez nagy hegy. Most látom a szemeken azt, hogy nem tudjuk. Na most ez a nem tudható, ez a gyönyörű, tiszta, jelenvaló, ez a célja a Kuan gyakorlatnak első körben, hogy ezt a tudatot tapasztald meg. És amikor tényleg nem tudod, akkor valahonnan, nem tudjuk honnan, megjelenik a megoldás. Úgyhogy az ellentmondásokkal semmi baj. Ha nem lennének ellentmondások, paradoxonok, akkor az emberi életből az összes energia kimenne. Hát nem lenne olyasféle polaritás, amely ezt az energiaívet meghúzná. És a polaritásra szükségünk van. Nagyon komolyan. De hogy hogyan működtetjük ezeket a polaritásokat, az érzelmi, gondolati, egzisztenciális ellentéteinket, megoldatlanságainkat, az bizony teljesen rajtunk múlik. És az is rajtunk múlik, hogy a karmánk atombombaként robban föl, vagy pedig atomerőműként szépen adja a hőt és az elektromosságot, és a többi. Most pedig nagyon szívesen a kérdésekre térnék. Szeretném kérdezni, nem tudom, hogy mennyire kapcsolódik ide, vagy hát ehhez, amit mondtál, de mégis a butha tudatról szeretném kérdezni, hogy Hova tűnik a tudat a mély alvás során? Az is elalszik. Nem elég? Mert hogy ez egy öntudatlan állapot, akkor nem... Azt mondod, öntudatlan, hiba. Tudatos, az is hiba. A mély alvás, a mély teljesen álomtalan alvás az egy olyan tapasztalandó dolog, amelyről például kóanokat is költöttek. Volt egy kínai zemmester, Kobong Sunimnak hívták, nem tévesztendő össze a kóreival, ugyanaz a név, és egy barátjával vándoroltak együtt. Négy éve dolgozott azon a kóanon, hogy ki az igazi mester. És egyszer csak találkozik egy kínai templomban, egy nagyon komoly zenmesterrel, és azt mondja, hogy csak erre a koanra fókuszálj, amikor olyan mély alvásban vagy, hogy nincs tudat, nincs gondolat, nincs álom, akkor hol van az igazi mester? És a gyakorlótársával, a darma testvérével együtt kobong szépen mendegél, mendegél, kolostorról, kolostorra, és egyszer valahol a semmi közepén nem volt éppen templom, és egy fogadóban megszálltak. És ahogy a fogadóban megszáll, a kobong úgy dönt, hogy ő végig meditálja az éjszakát, szerzetes társa lefeküdt aludni. Kobong meditál, a társa alszik. Egyszer a társa átfordul álmában, és azt a kis fapárnát, amit a fejük alá szoktak tenni, és a mai napig Ázsiában használatos, leveri a fekvőhelyéről, és az egy hatalmasat koppan a padlón akkor Kobonkszim tudata kinyílt, és teljességgel megtapasztalta azt, hogy hol van az igazi mester, akár ébren, akár álomban, akár mély alvásban. És hogyha gyakorlunk, akkor ez a tapasztalat számunkra is kinyílik, kinyílhat. Ezért nem magyarázom meg. Ezért lelkesítelek téged is, hogy menj el addig a pontig, amikor tapasztalod a választ a kérdésre. Tehát van válasz rá, csak ez sokkal jobb tapasztalva, mint elmagyarázva. Ahogy az étel sokkal jobb megfőzve és elfogyasztva, semmint csak a szakácskönyvben olvasva, vagy a tévében megnézve. Jó? Én azt szeretném kérdezni, hogy ha a terességet szeretném tapasztalni, az miért jár nekem fájdalommal? Tehát nem gondolkodom rajta, de automatikusan rekeszizomból jön egy nagyon erős ilyen lelki fájdalomszerű, amikor én azt mondom, hogy szeretném magam megnyitni, hogy ez, ez mi miatt van. térességet szeretnél tapasztalni, hát, és ez rögtön amikor, fáj? amikor, igen. igen. Nem a tér fáj, hanem a tér csontja. A térnek az izületei azok fájnak. Láttad a térnek a csontját? Nem. Mert nincs is. Azért. De a tudat rögtön elhiszi. Gondolsz valamit, és elhiszed. Belül elhangzik, hogy én ez vagyok. Én ezt szeretem. Nekem ez fáj. Nekem ez kell. Ezeket hívjuk a tudat akadályainak. És amikor a tudat ezeket az akadályokat identitássá kovácsolja össze, ez az én fal. Az énnek a fala. És hogyha ezt meg szeretnéd nyitni, az gyakran fáj ugyanis a saját megszokásainkat kéne megváltoztatni. A saját önképünket kéne feladni. Vissza kéne térni a realitáshoz, ahelyett, hogy az álmaink, fikcióink birodalmában lennénk. Tehát a térességgel semmi baj nincs. Az Amitábha butha, az a végtelen tér, végtelen idő buthája. A legszebb butha alak, mert egy darab személy nincs mögötte. Egy darab dolog nincs mögötte. Szó szerint a mida, mérhetetlen. A midából lett a Mitra és a méter később. Hát a végtelen tér végtelen idő buthája az az a tér, amiről beszélünk. A tudatnak a külső és belső tere egyszerre, mert ebben az állapotban a külső és a belső nem válik szét, nem különíthetők el egymástól. Ez az egyévválás tapasztalat, amikor az én feloldódik a világ mindenségben, és a világ mindenség feloldódik az igazi valóban. Na most mi az akadály? Az akadály az, ami fáj. Az akadály a félelem. Az akadály a ragaszkodás. A kapaszkodás. A jó és rossz állandó megteremtése és akarata. Az előbbi csukló gyakorlatnál pillanatok alatt a fogalom bement, és azon nyomban megfogtad. Nem csak te, mindenki. Tehát Fogd meg jól a tér csontját, és próbáld megszorítani. És akkor látod, hogy nincs. Nézd meg a legkeményebb karmádat, hogy honnan jön az eredetét. Nézd végig, és a végpont az az, hogy eredetileg nincs. Sákyamuni Butha az első 15 évben a négy nemes igazságot és az ahhoz kapcsolódó tanokat tanította egyszerűen azért, mert egy lépésből a tanítványok nem fogták fel azt, hogyha meg akarod érteni a világegyetem valódi természetét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Ez a virágfűzés szutra, vagy az avatamszaka szutra lényege, és ezt realizálta hat év gyakorlat után. Ez nagyon intenzív hat év volt, tehát többször majdnem meghalt. És azért tanította a középutat, hogy nekünk ne kelljen ilyen szélsőségekbe elmenni ahhoz, hogy ráébredjünk a világ természetére, az ember természetére, mi az, ami közös bennünk, hogyan ébredhetünk föl, és a többi. Úgyhogy nézd meg, hogy ebben a pillanatban a tudatod hogyan teremti ezt a világot, és hogy a világ hogyan kondicionálná a tudatodat, ha hagynád. Ezért tanítjuk a tantien gyakorlatot, mert itt van az eredetileg még a semmi sincs állapota. Amikor a tudat nem differenciálódik másodlagos, elsődleges érzelmekre, beszédre, gondolkodásra, érzékszervi hatásokra. És ezt a differenciálatlan állapotot, az egység állapotát lehet emberi testben tapasztalni. Szinte ez az egyetlen egy bónusz egy emberi inkarnációban, hogy valami egységélményed lehet. Mert olyanok vagyunk, mint a molylepka, amelyik meglátja a fényt bele, és repülés, el is ég benne. És egy pillantra boldog, mert meleg van. Tehát ne félj semmit mert eredetileg nincs akadály. Ha nem hozod létre az akadályt a tudatban, megszűnik a félelem és a fájdalom. Ehhez elmondom, hogy Bóthidharmának volt egy nagyon kemény tanátadási ceremóniája, amely egyáltalán nem volt szertartásos, de a mai napig emlékszünk rá. Tehát a kínai zennek az első pátriárkája nem ő volt, ő volt a nulladik, az eredet. Ahogy Budha Sákjamuni esetében sem ő az első pátriárka, hanem Mahákási apa, hiszen Budha az alapító. És az első pátriárka, aki nem tudta, hogy ő pátriárka lesz, egy volt katona, huikó volt, kínai Hó, és lidérces álmai voltak nagyon jó katona volt, rengeteg embert megölt, és még nagyon fiatal volt, amikor úgy gondolt, hogy neki ebből elege van, és irány a kolostor. De állandóan kínoszták a harci cselekmények emlékei, és megpróbálta a mantrával, leborulással, mindennel elvinni ezt a borzasztó lidérsz nyomást, de nem ment. Állandóan fölébredt éjszaka, állandóan a megölt emberek emlékei kínoszták, és aztán elhatározta, hogy megkeresi a legnagyobb tanítót, és akkor már Bóthi Darma 9. éve ült bent a Shaolin barlangban, egy eléggé speciális jogatechnikát, technikát, egy úgynevezett szamádi technikát alkalmazva, hogy nagyon-nagyon alapszintre, minimumra lement az életműködése, és így mindenféle étel, ittal és egyebek nélkül állandó hőmérsékleten, száraz, hűvös helyen el lehetett tartani. Ez azért fontos, mert mostanában nem ezt gyakoroljuk, tehát nem a száraz szűvös helyen tartandó Szamádit, hanem valami egyebet. És azért, hogy mi ezt megtehessük, azért generációk, évszázadai és emberek tízmilliói dolgoztak, hogy itt, most ebben a teremben zenről lehessen szó. Tehát Huikó addig vándorol, ameddig meg nem találja Bóti darmát, és akkor éppen tél volt. És látta, hogy Bóti darma, Ugye neki háttal, arccal a barlang belseje felé ül. Nem mert bemenni, meg zavarni, egy elnézést kérek, beszélgethetnénk egy kicsikét? Tehát ilyet, ilyet akkor nem lehetett. Letérdelt a barlang szája elé, és így várt. És eltelt három nap. Mivel nem szűnt meg a tudatában, az, amikor látta a saját kezén a vért, vagy a kezében a fegyvert, fogta, és levágta a bal karját, és odadobta a barlang szájához. Most már nem volt mit vesztenie. És ekkor Botti megfordult. És kilenc év óta először megszólalt. És megkérdezte. Az áldozatod komoly eltökéltséget mutat. Miért könyöröksz? Erre Hujko azt mondja. Mester, nagyon-nagyon békétlen a tudatom nagyon-nagyon sok lidersznyomás kínoz. Kérlek, békítsd meg a tudatomat. Erre Buti így szólt. Hozd ide a tudatodat, hadd láthassam. Erre Huiko egy idő után azt mondja, a mester nem találom a tudatomat. Akkor már meg is békítettem, mondta botidarma. Most idáig nem kell elmenni, nehogy holnap azt halljam, hogy különböző balcsuklók repkedtek azért, hogy valamit elérjél. Jó? A buddha is megmondta, hogy semmiféle emberi, állati áldozat, megcsonkítás, egyebek nem visz el a nirvánába. Jó? Tehát ez hújikó karmája volt, bóti darmával kész. Ez is egyébként a komoly kohan gyakorlat eredete. Tehát itt nem magyarázkodtak. Itt cselekedtek, és közvetlenül rámutattak a tudatra, ahogy Bóthi Dharma is ezt tette. Honnan jönnek azok a békétlenségek, azok a félelmek, azok a fájdalmak? És hogyha a tudat eredetére, a gyökerére rámutatsz, hirtelen nem tudod. Nem tudod, hogy honnan jön. És ez a nem tudható a megoldás. És a pszichológiában a művelteknek, hagyd mondjam, ez nem elfolytás emberek. Az elfolytás akkor keletkezik, amikor a gondolatokat gondolatokkal lenyomod, az érzelmeket érzelmekkel lenyomod, a valóságot a véleményekkel lenyomod, a tisztánlátást a meggyőződésekkel lenyomod, és akkor egyszer csak, mint a jéghegy, fölfelé fordul, és apokalipszis. Kis személyes, családi, társadalmi és egyéb. Nem elfolytás. Visszatérni a gyökerekhez, visszatérni az eredethez, ez a mi munkánk, és nem is kevés. És itt nincs már karma. Utána ebből a pontból teremthetsz új karmát. Testben vagyunk, életet élünk, karmát teremtünk. Hogy vesszük el? Hogyan tisztítjuk ki? Mi történik a koan beszélgetés ideje alatt a tudattal, tudatban? Attól függ. Általában meglátják a botot az emberek, és nagyon észnél lesznek. Tehát azt hiszik, hogy a bot az üt. Tehogy. Tehát az történik, hogy az ember bejön, és elkezd kijönni a karmája, szépen bugyborékol kifele. A tanító ezt együttézően fogadja, és arra tanít, hogy ne azonosulj ezzel a bugyborékolással és karmával. Nem tartsd a tudatodat olyan tisztán, mint a tér, mint a tükör. És ebben a tükörben látszik a válasz. Tehát Szungszán több okból hálásak lehetünk, és én inkarnációkon keresztül szeretnék vele találkozni, és tovább vinni a gyakorlatomat a tanban. Nincs egy olyan rendszert épített, amely a nulláról a száz százalékig nem egy lépésben akarja elvinni a tanítványt, mint például Bodhidharma és az összes klasszikus pátriárka, hanem szépen, fokozatosan, lépésről lépésre, kohandról, koanra ahogy a gyereket megtanítod járni, aztán biciklizni, aztán autót vezetni, és utána nyugodtan repülőgép, helikopter, rakéta. Itt is első interjú, alaptechnika. Annak a használata könnyű, még könnyebb, legkönnyebb kóanok esetében. Utána középsúly, váltósúly, pillessúly, lepkesúly, és utána pedig nehéz súly. Ahogy a tudat erősödik és tisztul, úgy lehet nehezebb és nehezebb kóanokat adni neki ez tréning, és sokkal inkább hasonlít a sportra, szellemi sportra, sem mint valami akadémikus, vagy teológiai, vagy egyéb egyetemi tanulmányra. És éppen ezért javasoljuk mindenkinek, hogy aki szeretné, nyugodtan jöjjön. De hagyjon hátra minden meggyőződést, önképet, véleményt, mert azokba fog beleakadni. A tanító végig végighallgat, ad egy koant, és a következő sétáló meditáció szünetében látsz idegesen remegő embereket, mert nem tudják, és azt hiszik, hogy nekik azt rögtön tudniuk kellene. Nem. Nyugodtan mélyülj el a nem tudó tudat állapotában. A nem megismerő, nem karmahalmozó, nem teremtő tudat állapotában. Ezért kaptad a kont, nem azért, hogy izzadjál, remegjél és frusztráljalak. Azért kaptad, hogy ne tudj hogy szokjál le az állandó gondolkodásról, majd az intuíciód vezérli szépen, mikor kell gondolat, mikor kell érzelem, és a többi, és a többi. A nem tudom elmondani, hogy mi történik. Mindenki élve jön be, és élve távozik. Jó? Egyéb kérdés? Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy hogy van lehetőségünk erre a gyakorlásra, és hol? Eredeti fénytemplom, Pilis hegység, Magyarország. Fel kell iratkozni a honlapon keresztül, eljönni, hivatkozni erre a beszélgetésre, és akkor be lehet szállni úgy a gyakorlásba, hogy megtanítjuk, hogy hogy kell meditálni, ugyanúgy, ahogy holnap délelőtt fogom tanítani, csak még egy pár templomi szabály hozzájön, és akkor elkezdheted ezt a munkát, ezt a belső munkát nem kevés külső segítséggel. És visszavonulásokat több okból a templomban tartunk, meditációs tanítást, magyarul workshopokat mindenhol. És szeretnék lelkesíteni mindenkit arra, hogy nyugodtan jöjjön a visszavonuláson kívül is a templomba, mert ugyanazt a tanítást így beszélgetve egy egyén interjúkéréssel megkaphatja, a visszavonulás atmoszféráját viszont nem, az, az felcserélhetetlen. Úgyhogy most kezdünk egy 90 napost, november 26-án, három nap minimum az esztendő, maximum három hónap, egy napos emelkedésekkel. A január első fele az egyben vehető csak igénybe, az egy intenzív hét. Január 7 -e és 14 -e között három órás alvás van éjszaka, és az utolsó éjszaka nincs. Ez azért van, hogy üveghangra kiúzasd azt az tudatot, amit előtte 6 héten keresztül építettél, hogyha teljes időben részt veszel és akkor ebben az enyhén alvási hiányos, adósságos állapotban interjúk minden nap. Ez a nehezített, amikor ólomövben futsz. De ha nincs edzés, nem nyersz a versenyen. És itt a saját karmáddal kell versenyt futni. Ki a gyorsabb? A karmád vagy a tiszta tudatod? Hamarabb veszed -e észre a karmádat, sem, hogy az uralkodhassék rajtad. Ezért iszonyú gyorsak az interjúk. Tehát egy tört másodperc, és már borultál erre vagy arra, vagy pedig pontosan a céltábla közepébe lőtte. Egyetlen egy dologra van szükség, adott dátumon jössz, amikor mondtad, és adott dátumon távozol, amikor mondtad, nem előbb. Tehát ne törd össze a saját akarat erődet azzal, hogy jaj, hát nem is tudom, te tudod, csak végig kell tolni. És hogyha végigcsinálod, akkor akármi történik, az akaratod erősebb lesz, Többet láttál magadból, és így gazdagabban távozol, mert tudtál magadból leadni. És aki megtöri a saját elkötelezettségét, az gyengébben jön ki, még akkor is, hogyha rövid távon jól érzi magát. Nem fáj a lába, nem fáj a háta, lehet tévét nézni, nem kell interjúra járni, nem kell négy tállal létkezni, nem kell csendben lenni és aztán átfordul egy-két-három-hét hónap, és akkor rájöttél, hogy hm, végül is pontosan nem nyertem semmit, az eredeti akaratomat darabokra törtem. Úgyhogy ez is egyfajta karaktertréning, hogy amit elvállaltál, és teljes szabadsággal, felelősségként magadra vettél, azt vidd végig. Ez a felnőtt változata a szellemi gyakorlatnak. Jó? És mindenkit szeretettel várunk. Én azt szeretném kérdezni, hogy a tanításaidban, a felvételeken mindig helye van a humornak, azt észrevettem. És hogy ez ilyen egyedi, egyéni dolog, vagy az embutizmusban van helye, meg hagyománya, van. és egyáltalán az életünkben hol legyen a helye humornak, mert sokszor tapasztalom a túl komolykodást, viszont a rosszul használt humort is, meg komoly fantasztikus helye van a humornak, és uh, Szumszenzen mester is néha jól megnevettette a hallgatóságot. E, és ez nem pusztán módszertan, hanem jóval több. Szerintem valami nagyon mély és nagyon emberi, az, hogy merünk nevetni a saját megoldatlanságainkon, merünk befelé nézve derült tapasztalni. Szerintem a humorérzék az egy annyira sajátosan emberi dolog, hogy anélkül nem is tudnánk élni. Ezért az a spiritualitás vagy vallás, még nem tolerálja a humorérzéket, ott valami. Hibázzik. A túlkomolyság az általában itt ilyen derékszög párhuzam letokolt intellektushoz vezet, és egy bezárt érzelemvilághoz. És innen mindenki ki akar törni, és akkor csinál valami csínt, vagy valami apró kis huncutságot, ami nem csak hogy nevetni lehet, hanem egy ilyen görbe láthatod magadat. Sokkal jobb, hogyha a spiritualitásba be van építve egy magas szintű humor. Nem az alpári röhögés, és nem az üres viccelődés, hanem valami egészen eh, fantasztikus, eh, önképmentesítő az, amikor tudsz nevetni magadon. Ez megint én voltam. Hát ez hihetetlen. De, jó? Tehát ezek, ezek azért fontosak, mert ha ez nem lenne, akkor az utat valamilyen kőkemény szellemi kényszernek, vaskos, karmikus kövekkel megrakott hátizsáknak fognánk föl, és ez nem életszerű, nem is emberi. Úgyhogy van benne, van benne bőven, és lesz is. Nekem azon a kérdésem, hogy a, a igazságnak ugye az egyik igazság az, hogy a van szenvedés és annak a felismerése, és ennek az okának a megszüntetése, amit a buta is hogyha, Tehát, hogy minden, minden nap felismerjük azt, hogy szenvedünk valamiben, kiegyensúlyozatlanak vagyunk. Tehát ez hogy bármi. hogyha ez hívjon, akkor szerencsések vagyunk. Igen. nem szoktuk. Tehát hogy ez egy folyamatos harcot jelent? Tehát, hogy minden nap felismerem azt, hogy hogy például fel kellett volna hívnom valakit, nem hívom fel. Megmentottam valakit, nem kellett volna. És akkor ezek után mindig folyamat rohanok, rohanok, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Szerintem helyben kéne maradni, hogy megoldjuk a problémákat, mert a rohanással általában el szeretnék menekülni előlük, de mindig szembe jönnek újra. És ezt nem harcnak, hanem újabb és újabb erőfeszítésnek, pillanatról pillanatra való letisztulásnak fogalmaznám. Mert itt a harc, az félrevezető. Hát, Igen, túl, szóval, ilyenkor konfliktust, egyebet, vértverítéket, könnyeket és ilyesmit jelent. Van ilyen szakasz is az úton, valaki végigül egy 90 napos, több tucat zsebkendőt el tud fogyasztani. És ez azért fontos, mert utána az éberségre, tiszta tudatra való törekvés, az a szokásunká válik. És akkor már nem harcnak tűnik, hanem egyszerű önfenntartásnak. Tehát, hogy a legjobb emberi minőségeinket csak akkor tudjuk kihozni magunkból, ha éberek vagyunk, jelen vagyunk, önzetlenek vagyunk, stb. stb. Hogyha a másik tudatállapota van olyan fontos, mint az enyém, vagy talán még fontosabb is. Tehát a négy nemes igazság a szenvedés ténye, oka, megszüntetés és a megszüntetés útja egyetlen pillanatban összpontosul nincs széttagolva. Módszertanilag szét kell tagolni ahhoz, hogy intellektuálisan megérthessük, berakhassuk a helyére. De ez olyan, mint az autónak a négy kereke. Az egyszerre fordul. Osztóműről most nem beszélek. Jó. Úgyhogy igen, folyamatos erőfeszítés. Igen, folyamatos gyakorlat, és ahhoz a formális része is kell. Tehát nagyon sokan szeretnek abban a szerepben tetszelegni, hogy hát ők már a kocsmában is tudnak meditálni. Igen, aztán az asztal, ahol előhúzzák őket, talicska és hazaviszik. Tehát az is egyfajta meditáció. De hogyha nem tudja a formális gyakorlatot elvégezni, ha nem tudja végigülni, ha nem tudja megfegyelmezni magát, ha nem tudja alárendelni magát egy nagyobb együttműködésnek, például a szangában megvalósuló tannak, akkor ez egész valami felhő, valami álomkép, valami mondva csinál dolog. Miért? Nincs kipróbálva, nincs tapasztalva, nincs odatéve. És akkor a gyakorlatból szokás lesz, a tiszta tudatból pedig elsődleges igény, és az elején harc, ez így van. Utána pedig sokkal könnyebb. Hogy mikor van vége az életnek? Mikor kezdődik az élet, előbb azt mondd meg. Amikor, tehát egy adott életnek, mondjuk ennek az életünknek, hogy most megszülettünk. Most meg? Ebben az adott, én például hiszek a reinkarnációban, tehát hogy nem... Elég... jó, akkor sokat fogunk beszélgetni, igen. Jó, <laughs> ráérek. Én most konkrétan erre az életemre gondolok, amiben most itt élek, és itt vagytok körülöttem, hogy, hogyha azt mondom, hogy gyakorlok, meditálok, próbálok tudatosan élni, mondjuk azt mondom, hogy már nincsenek anyagi vágyaim, nincsenek, nem tudom, nincsenek semmilyen ilyen extra vágyaim, nem akarok palotát, semmi ilyesmit, de akkor még, még, mégis élek. Mi az, amit úgy, úgy érzem, hogy mondjuk a feladataimat, ami, ami, volt, azt megtettem, mondjuk ápoltam a szüleimet, stb. stb. Mi az, ami, ami véget vet az életnek, ennek az életemnek? Hol kezdődik ez a víz? Forrásból. És a forrás, az honnan kapja a vizet? Maga a víz. Nem bagáztam még a vizet soha. Forrás. Tehát... Forrás maga. <laughs> Onnan ered, és Az esőből és, ott is és olvadékvizekből, oké? Okay? Az pedig az égből, a felhőből. A felhő pedig a tóból és folyóból, ami elpárolog a tóba és a folyóba pedig belefolyik az összes szennyvíz, esővíz, egyebek. És a víznek megvan ez a gyönyörűséges körforgása, ugyanúgy, ahogy a léleknek is. Tehát honnan kezdjem? Mondd meg nekem, honnan kezdjem? Kezdjem a döntéstől, hogy itt most megszület? Kezdjem a... nem kezdem. Túl elvont, túl macerás, túl misztikus, és abba fogsz kapaszkodni az egész körfolyamatot lásd, és azt, hogy ennek a körfolyamatnak a legfontosabb része az ez a pillanat. Inkább vázolom neked az egész körfolyamatot, csak ne kérd tőlem azt, hogy jelöljek ki egy kezdőpontot, és ehhez képest egy végpontot. Olvasd el a szív szutrát. Eredetileg a jelenségeknek nincs kezdete és vége. Nem keletkeznek és nem szűnnek meg. A tudat jelöli ki a keletkezés és megszűnés pontját. És ha kijelöltem, akkor mondhatom azt, hogy a fogantatással kezdődik, a születéssel kezdődik, amik elvágták, a nemi éréssel kezdődik igazán az élet, a nagykorúsággal kezdődik, az első adófizetéssel kezdődik a felnőtt élet. Ez ahol akarod, ott van. És ehhez képes tudod azt mondani, hogy akkor végződik az élet, hogyha a lélek és a test szétválik, vagy amikor már a lélek felért oda, ahonnan jött vagy amikor már végignézte az összes finomságot, amit addig inkarnázódott állapotában nem látott, stb. stb. Hol kezdjem, hol végezzem? Inkább az egész körfolyamatot lássuk, ami a négy köztes állapotnak felel meg. Köztes állapot azért, mert nem tudsz benne megmaradni, egyikben sem. Ezek közül van két rövid és két hosszú a két rövid az a születés folyamata és a haldoklás folyamata, és a két relatíve hosszú az a testben lét és a testen kívüli lét folyamata. Na most, amíg karmája van az embernek, amíg egyéni sorsa útja van az embernek, addig egyik állapotban sem tud tartósan megmaradni, egyszerűen azért, mert ezek mind mulandóak és kötöttek és tökéletlenek. Ha nem lenne mulandó, nem lenne feltételekhez kötött, és nem lenne befejezetlen vagy tökéletlen, akkor ezek az állapotok tartósodhatnának, de nem azok, szerencsére. Úgyhogy nézd meg, hogy a léleknek milyen tartalma van, milyen karmád van, mennyire azonosulsz vele, mennyire akarsz és nem akarsz valamit vagy valakit. És ez az akaratvektor az, ami az irányt meghatározza. És hogy ebben a pillanatban mit látsz, mit hallasz, mit mondasz, mit cselekszel, mit gondolsz, mit érzel. Ez a karmának a megnyilvánulása, ez az, ami a következő lépést meghatározza. És ilyenkor, amikor ezt kérdezed, akkor lényegtelen, hogy testben vagy testen kívül. Ha ez előbb-utóbb szerzel egy másikat. Úgyhogy, ha elmondod, hol a kezdet, én elmondom, hol a vég. De inkább a körfolyamatot vázolom úgy, ahogy a vízimalomnak van egy hatalmas nagy kereke, de csak egy nagyon kis része van az élővízben, amely éppen folyik. És ahol az van, ott van az életed, és az ez a pillanat. Az összes többi szépen szárazon ott megy körbe, 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 aztán megint csak beleér a vízbe. És ez a hasonlat azért is fontos, mert az inkarnálódott állapot hajtja előre az egészet. Az a szakasz, amelyik a vízben, a folyó vízben van. Ugyanis nagyon kevés alaptörvény van a buddhizmusban, ne, nem szeretünk dogmatikázni és beszorítani a lelket szabályok közé, de a törvényt, a darmát tudni kell. Ha nem, akkor vakon, bénán, tájékozatlanul mendegélünk és botorkálunk, és állandóan a faladja a másikat. Egyik ilyen alaptörvény az, hogy az a karma, amit inkarnálódott állapotban teremtesz, az csak inkarnálódott állapotban veheted el ezért is születünk újra annyiszor. Ugye, még beszéltünk, köszönöm, csak hozzátéve, hogy sokszor te is beszélsz arról a cselekvés és nem cselekvés közti állapotról, amikor nem cselekszel, de, de, de mégsem még csinál semmit. Úgy cselekszel, de mégsem csinál semmit, vagy úgy tűnik, hogy nem cselekszel, most mégis történik valami. Na most ezzel kapcsolatban mit szeretnél tudni? Hogy összehasonlítani még még ezt az állapotot ahhoz a körforgáshoz, amit említettél, hogy akkor ez, ez nem. a két állapot? Akkor nem hasonlítom nem. össze. A te érdekedben jobb ezt egyszerűbbnek látni. Nem építek rá intellektuális struktúrát. Olyan lenne, mintha lábakat festenék egy kígyóra, megörülsz neki, és akkor még arra kész, hogy húzzak rá az oknit. És hogyha megteszem, akkor valaki más azt mondja, jó, de hol a cipő róla? És hogyha így cselekednék, akkor a kígyónak vége? Egyébként. Na a malomkerekes példához szeretném kérdezni, hogy ö, buta kivette a vízből a malomkereket? Nem, teljesen belemerítette. És akkor eltűnt a víz, eltűnt a malomkerék. Ha nem merünk százszázalékosan jelen lenni és százszázalékosan cselekedni, akkor nem valósul meg az, hogy csak tedd, csak lásd, csak hald, akkor valamit mindig kihagyunk. Valami önvédelem mindig ott van. És ez nem naivitás, nem vakmerőség, nem valami tudati probléma, hanem a teljes egyévállás tapasztalata. Most egy olyan élethelyzetben vagyok egy ideje már, hogy, hogy amint azt hittem, hogy már túl vagyok, az így, így úgy érzem, hogy most ellep. És ezek azok a régi, úgymond vétkeim, bűneim, Hibáim, amit így, így, így másnak vétettem, vagy én azt hiszem, hogy vétettem. És ez így, ilyen iszonyatos, mély szomorúság van rajtam, és, és így úgy érzem, hogy ebből nem, nem tudom, hogy mi a megoldás, hogy hogy tudok ebből kijönni. Láttad, hogy mennyire múlandó az élet? Múlandó. És a hibák azok? Hát azok is. Már igyekszem nem elkövetni újra őket. Látod, hogy minden feltételhez kötött? Igen. Igen. És van a karmádnak olyan része, ami nem feltételhez kötött? Nincs. Ha megváltoznak a feltételek, megváltozik a karma? Igen. Beleértve a hibákat is? Igen, de miért érzem, hogy ellep, és már... De az miért rontod el? Hát elmondom neked, hogy hogy tudsz kikerülni ebből az állapotból, fogod na magad, így? és na visszaugrasz. Ez, na ez, akkor ez most tessék, ez így most rekonstruálva lett az, ami, amit már azt hittem, hogy túl vagyok rajta, és így, így És kínálom. mondd el nekem, légy szíves, hányszor szeretnéd ezt még rekonstruálni? <laughs> így, ez az. Te valahol szereted ezt? Lehet. Nem De lehet? Nem szeretem. hát biztos. Hát most demonstráltuk. Azonnyomban ugyanabba a tudatállapotban visszaugrasz. Ez az. Jó hírrel szeretnék szolgálni. Semmilyen kötelezettséged nincs arra, hogy te azonosulj ezekkel a hibákkal, karmákkal, viszont felelősséged van, hogy megold őket. Amennyire lehet helyrehozni őket. De ha azonosulsz velük, akkor az olyan lenne, mint hogyha benne maradnál a kocsitban, miközben azt szétkapják darabokra a szervizben. És ez nem egy jó állapot. Tehát ne tessék a járművel azonosulni. Ilyenkor tessék a járműből kiszállni, tenni egy kört, amíg azt megcsinálja a szerviz. Ez a karmára is igaz. Ahhoz, hogy te a saját szervizmesteredként az autóddal, a járműveddel, az életeddel foglalkozni tudj, az vezérként vagy utasként ki kell szállni onnan. És ezt hívjuk igazi alázatnak. Igazi önfeladásnak. Úgyhogy teljes cselekvő képességgel, teljes felelősséggel ott vagy, és mint a jó szervizmester, szétszeded, kitisztítod, alkatrészt csere, összerakod, kenés, minden, ami kell. Tehát cselekedj. A lélekben megvan az a fontossági sorrend, hogy mit kellene először, de még a saját láncait kötnek. Miért? Mert megvan még az a nézet, főleg érzelmileg, gondolatilag már nem nagyon, de érzelmileg megvan, hogy a jónak és rossznak abszolút értéke és változtathatatlan természete van hogy te ezáltal, amit elkövettél, jó vagy rossz ember lettél. És pont ez a szemlélet az, amely akadályoz a valódi munka elvégzésében. Tehát nem vagy jó vagy rossz ember, de követszel hibákat, mint mi mindannyian, és vannak erényeid, mint mindannyiunknak. Tehát ne azonosulj a karmával, hanem a tudati térben tükörszerűen, tisztán lásd az okot és az okozatot, és változtass rajta, használd fel a mulandóságot, használd fel a feltételhez kötöttséget, használd fel a tökéletlenséget arra, hogy helyesen élj és segíts másoknak. Ha nem ürességként tapasztalod a karmát, akkor ez az abszolút nézet, ami az üresség tapasztalata helyett van, megköt, lebékjóz és bilincsbe ver és akkor csak félelem van, és frusztráció, és, és önbizalom hiány. Tehát lásd úgy a karmát, ahogy van, abban bízhatsz. Van, amikor az egész világ elfordult tőlünk. Van, amikor senkiben nem bízhatunk, de akkor a saját tisztánlátásod, önmagadhoz való őszinteséged az első dolog, amiben bízhatsz. És hogyha ez megvan, ha mersz tisztán látni, ha nem azonosulsz semmilyen nézettel, semmilyen tapasztalattal, de ott állsz a pillanatban, akkor előbb-utóbb a világ is elkezd bízni benned, mert helyesen látsz, helyesen ismered fel a helyzetedet, helyesen teremtesz kapcsolatot, helyesen cselekszel, tehát nem követed el újra azt a hibát. Tehát a javítására törekszel. Csak szabaduljunk meg a pótcselekvésektől. És akkor működik. De ehhez, ehhez gyakorolni kell. Nincs mese. Tehát, hogyha nem tisztított ki a tudatot napi szinten, akkor a szokások tehetetlensége újra termeli a zajt, újra termeli a reaktív tudatot, mindazt a felesleget, amit visszünk a hátizsákunkban mázsás kőkoloncokként. És erre semmi szükség. Ezt mi csináljuk, mert nem tudjuk megállítani. És hogyha meg tudod állítani akkor a kőkoloncok egy idő után eltűnnek. Mi látjuk el energiával és információval, tehát tudatossággal a karmánkat. Inkább tudattartalomnak mondanám. És így, ha kivonod a tudattartalmat, kivonod az energiát, akkor a karma nyomtalanul eltűnik. De ehhez az kell, hogy a körfolyamatban old meg azt, amit meg kell oldani, amit a külső résztvevőkkel még le kell játszani. És akkor nyomtalanul el tud tűnni hiszen minden ízében, minden atomjában mulandó. És hogyha megszűnünk létrehozni és újratermelni, akkor az el is megy. Amíg azonosulsz vele, amíg ítélsz felette, mások felett és magad felett, addig újra termeled. Amíg polaritás van, addig van energia is. És ehhez tudattartalmat párosítasz, tartalmat hozol létre, és már is legyártottad. Iszonyú gyorsan tudat, Gyorsabb, mint bármilyen szuperszámítógép. Annyira gyorsan csináljuk, hogy nem vesszük észre. És hogyha a meditáció helyes gyakorlatával, tiszta, tükörszerű, térszerű tudattal élsz, akkor látod minden pillanatban, hogy mi az, amit létrehozol, mi az, amit megtartasz, és mi az, amit megszüntetsz. Ez a három művelet annyira fontos, hogy a hindu. Isten világban egy nagyon komoly Isten hármasságot, a Brahma, Vishnu és Shiva hármasságot rendelték mellé. Megszemélyesítették őket azért, hogy tudatosuljon bennünk, hogy mit jelent emberi testben ezen a földön élni. Hogy hogy kell a karmával dolgozni. Ne csüggedj. Nincs miért. Senki sem fog sajnálni. És sajnáld önmagad. Amennyiben cselekszel és a helyes irányba mész, annyiban jön vissza az önbizalom, és a válságnak óriási erényei vannak. Lefoszlik az önkép, lefoszlanak az illúziók, megszűnik az a sok-sok minden, amiben hittünk, de még sincs úgy. Megszűnnek azok a kapcsolatok, akikben bíztunk, de mégsem megbízhatóak. Tehát, Ilyenkor az újrakezdésnek van egy óriási lehetősége. Tehát hasznád fel a válságot ahhoz, hogy őszintébb lehess önmagadhoz. Hogy azokkal társulj, akikben tényleg bízol. És hogy olyat tégy, amelyben tényleg van okot hinni. És ettől meg lesz az a bátorság, amivel ezeket végig tudod vinni. Ez egy értékes időszak, csak még ezt nehezen lehet érezni és látni, hogy ez mennyire értékes. Hogy akkor lesz az, amikor kiléptél belőle. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Arról szeretnék kérdezni, amit igazán ma már érintettél is egy mondat erejéig, de engem így az utóbbi időben eléggé foglalkoztat, mégpedig ez az önvédelem. Az önvédelmi falak, amiket az ember így felépít így a, a, az élete során. És én azt látom, hogy valójában egy darabig szükséges is talán, talán az ember, hogy túléljen meg, meg, tehát, hogy éljen, élni tudjon tovább, hogyha vele valami történik, de mondjuk ez lehet túlérzékenységből, vagy nem tudásból, egy önvédelmi fal felépül. És tegyük föl, az ember elér egy olyan pontra, a egy olyan fokára, mikor azt mondja, hogy hát erre már nincs szükségem. Tehát, hogy a, hogy lehet ezt lebontani? Tehát ez, ez a... a bontás, ez egy nagyon komoly művelet. Végzések kellenek hozzá, munkagép, munkások, eke hordani a törmeléket. Aztán kiderül, hogy ez a fal, az a semmi gond nem volt, csak nem volt rajta eddig ajtó. Érdemes a falon ajtót nyitni. Megkapni a kulcsot hozzá, és amikor kell kinyitom, amikor kell visszazárom. És van olyan, hogy nagyon erős védelemre van szükség. És akkor nagyon erős fal kell. De a legerősebb az az a tér, amit nem lehet megütni, nem lehet lerombolni. Tehát a tudatnak eredetileg nem falakra van szüksége, hanem arra a térszerű tiszta természetre, amely elnyeri igazi önmagát, megtapasztaljuk igazi önvalónkat. Ebben az életben, ahogy ebben a testben létezünk, természetes, hogy bizonyos védelmi vonalakat fölállítunk, és a társadalom ezeket a törvénykezésével, egyebével részben visszaigazolja. Tehát az életvédelme, a birtokvédelme, a családvédelme, stb. stb. Hát ezeknek a védelmeknek helyük van. Tehát ez a nem ártással függ össze, a nem elbirtoklással, nem lopással, nem hazugsággal, egyébbel függ össze. Erre a védelemre szükség van. De nem mint abszolút értékű énalkotó, hanem egy olyan valami, amin ha kell, utat nyitok, ajtót nyitok, és mondjuk van, akinek elnézem, hogy hazudik. Például, amikor gyereket nevelsz, akkor látod, hogy van egy tínédzserkori időszak, vagy esetleg már korábban, akkor megpróbálja azt, hogy milyen az, amikor nem az igazságot mondja. És ez elején ösztönös, aztán tudatos. És a gyereknek elnézi az ember, mert aztán meg akarja tanítani, hogy mi az igazmondás. Egy üzleti partnertől, egy baráttól nem nézi el. Ott az ajtó zárva van. Ugyanez, ha oda tettél egy süteményt a konyhaasztalra, és ez reggelre eltűnik, családtaktól elnézed. De hogyha egy étteremben a táskádból eltűnik a tárcád, azt nem nézed el feljelentés. Jó? Tehát nézd meg, hogy ezek a falak hol vannak, mennyire vastagok, vékonyak, mennyire betonozott bele magadat, és ne betonozd bele magad a falba, hiszen nem kőműves kelemennéként szeretnél tovább, hanem nyis rajta ajtót, amikor lehet, és zárd be, amikor kell. Létezik jo? olyan, hogy szellemi segítő? Ha létezik, akkor az a tudatunknak mely, mely részéből Ered vagy fakad, vagy egyáltalán tudatunkhoz tartozik-e? Tiszta a tudat, tiszta a sugallat, nem tiszta a tudat, és a karmádnak egy szereplője beszél, tragédia. Tehát van olyan állapot, amikor egyik belső hangodat sem követheted, és vissza kell térni a pillanatban a térhez, a tiszta primér érzékszervi hatásokhoz, és mindent, ami belül történik, a papírkosárba kell dobni. Ez a gyakorlat nagy részére, főleg visszavonulás alatt igaz. Nehogy elhidd, amit belül látsz vagy hallasz. Nehogy kövesd. Tehát tér vissza a tiszta pillanat, a tiszta jelenlét tapasztalatához, és most mit látsz, mit hallasz, mit csinálsz. Ez van. Az összes többi zaj. És hogyha a tudat letisztul, akkor előbb-utóbb, inkább-utóbb, egyetlen egy, sugallat marad. Mindig ugyanonnan jön, nagyon ritkán szólal meg, és egyre kevésbé kell jelen lennie, mert egyre jobban csinálod a dolgodat. Ha már bele kell szólni, ott már gond van. De ez évek munkája. Az elején abból kell kiindulni, hogy a karmád ordít. És ezt nem szabad elhinni belül. És az emberek naivitásból, jó indulatból, tapasztalatlanságból a falnak mennek. A saját falukba dörgölik bele a fejüket állandóan. Tehát először nincs sugallat, nincs hang, nincs segítő. A te butha természeted már jelen van, már működik benned, különben azt se tudnád kimondani, hogy én, meg te, meg mi. Nem lenne reflexió. De ezen kívül semmi nincs. Ezen kívül a káosz van. A feldolgozatlanságok, eredménytelenségek, sikertelenségek, hibák, stb. Nem bűn, nehogy azt itt, az túl könnyű lenne. Teendő. Feladat. Ez van. És amikor ezeket szépen lassan feldolgoztad, és a tudat elkezd letisztulni, akkor egyszerű lesz, és tiszta. És akkor lehet ezekből az intuitív szikrákból dolgozni. A Cohen gyakorlat erre is rávisz, mert ott csak ezek az intuitív szikrák tudnak bármiféle megoldást hozni, és hogyha az impulzus nem korrekt, mert valami gellert adott neki, valami torzította a pályáját, akkor az nem odaérkezik. Magyarul nem helyes a válasz. És ezt interaktíve szépen lehet gyakorolni, tesztelni. És amikor már elég tiszta a Kuhán interjú, akkor remélhető, hogy a valós életben adott válaszaid is elég jók lesznek. De ha az interjú nem megy, akkor a valós élet sem megy. Jó? Köszönöm. Igen, az, ér az érdekelne nagyon, hogy a zen hogyan áll a betegségekhez. Kínai doktor, nyugati doktor. Tehát életveszélyes dolgokra gondolok, hogy van. Egy akkor egy... Most komolyan. Tehát, hogy hogy Valami szupergyógyító technikát vártál, nem, ugye? Nem, hanem hogy beletörődik, hogy ez a karmám, ezt elfogadom, vagy a tiszta tudatállapotban jön, jött intuíció alapján kezd cselekedni. Hogyan? Ez attól függ, mekkora volt a probléma. Tehát, hogyha nagyon nagy a probléma, akkor először az a földre veri az embert, és akkor beletörődik, meg kicsit keserű, meg jaj, meg halok, stb. Aztán mivel túlélte és testben maradt, akkor elkezd gondolkodni, hogy hm, hát akkor hogyan ne ismételjük meg ezt. Ez egy szubjektív közelítés, inkább én arról beszélnék, hogy Suncsenzönyi mit csinált, amikor szívbeteg volt, és kórházba küldte magát. És 80 es évek Amerikája, hát Suncsenzönyi már akkor cukorbeteg volt, és ez egy koreai háborúbeli, éhezős időszaknak volt a lenyomata, és az orvosok tudták, hogy zenmester. Nem is akármilyen, hanem a javából. És megkérdezték, hogy ször, hát mi tudjuk, hogy maga nagyon nagy zenmester. miért ne gyógyítanám meg önmagát? Jó kérdés mi. Erre Szunkszásgyom azt mondta, hogy hát igen, hogyha felmennék 100 napra a hegyekbe, és szóló elvonulást végeznék, akkor meg tudnám gyógyítani a saját szívemet. Az orvosok itt tele lelkesedés, hogy De miért nem csinálja meg? Hát csinálja meg, és jöjjön le, és tanítsa meg nekünk, és hogy. Nem. De miért? Azért, mert nem lenne helyes tanítás. Pont. És végigcsinálta a kórházi procedúra. Azért fontos ezt látni, mert mindenki valami speciális hatalmat szeretne, hogy fölülírjuk a mulandóságot, a kötöttséget, és a többi. És erre adott határokon belül teljesen joggal vágyunk. Hogy ne legyünk állandóan betegek, hogy egészségesek legyünk, stb. stb. De a tudatnak, a szellemnek azt az energiáját, amelyet a megvilágosodás érdekében az ember állandóan kifejt, azt nem szabad pusztán fizikai gyógyulásra fordítani. A szellemi célok nagyon fontosak, nem azért, mint hogyha bármi módon magasabb rendűek lennének az egyéb célokhoz képest, de a lélek tovább megy, a test itt marad, szétszórva, valahol. Tehát amennyi energiát a testbe fektetsz, az azért kell, hogy az inkarnációdat üveghangra ki tud húzatni, és annyit töltsél ebben a testben, amennyi maximálisan lehetséges ahhoz, hogy a szellemi célokat elérd, hogy a karmádat a lehető legjobban megtisztítsd. Hogy pontosan olyan hátizsákkal menjél tovább, mert az van, amit szeretnél. Nem magadért, másokért. Hát ez már nem arról szól, hogy tökéletes test, betegség, mentesség, öngyógyítás, stb. 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 Miért? Azért, mert érdekes módon, mihelyt helyes szellemi célt tűzöl ki, tehát érjük el a felébredést és szabadítsunk meg mindennét a szenvedéstől. Ez a célja a ma a gyakorlónak. Amikor ezt kitűzöd és elkezded járni ezt az utat, akkor a karmád elkezd tisztulni. A tudatod egyre egyszerűbb és világosabb lesz, és ez energiaszint emelkedéssel jár. És amikor ez elkezdődik, akkor határok között, hangsúlyozom, határok és feltételek között a testben aktiválódik az öngyógyítás képessége, a tudatban pedig az öntisztítás képessége. Ez körülbelül ahhoz hasonló, hogy te nyugodtan az ablaktörlőt a kis saját autó ugye, nedves szélvédőn járhatod, és akkor egyfajta kis öntisztulás következik be a rárakódott úti rovarok tetemeitől. De ha beállsz mondjuk még úton a mosóba, és egy ilyen három-négy légkörös ilyen vízsugárral lecsutakolod, na az lesz a tiszta autó. Tehát amikor magasabb energiaszint van, akkor ez az energiaszint kőkeményen elvégzi a dolgát, de csak annyira, amennyire ahhoz kell, hogy a magasabb rendű szellemi célt el tud érni. Miért? Mert tudod, hogy a test a szemétbe megy. Úgyhogy nem fektetünk abba annyi energiát, hogy csili-vili, hoppáré, 140 év és hetedik műfogsor, nem. Nem. Nem cél. Addig légy itt, amíg itt kell lenned, aztán viszontlátás. De olyan lélekkel menj tovább, hogy szeresd a következő életedet. És ne félj tőle. Jó? Célokról jutott eszembe, hogy vajon hogyan tudom összeintegrálni, mert egy ilyen gondolatmentességből nem tudom miért, én egész életemben a szellemi célok felé törekedtem. És most már elég idős vagyok ahhoz, hogy világi célokat is kijelöljek, de amikor kijelölöm a világit, akkor így nem igazán hagyják, hogy elmenjek ebbe az irányba, nem tovább is. Tehát, hogy olyan, mintha állna valaki mögöttem, aki azt mondja, hogy nagyon jól csinálod, és akkor ezen az úton tovább haladj. De nem látom azt, hogy így valaha lesz a gyerekem, társam, stb. De haladok ezen az úton, de hogy... Most akkor hogyan, tehát mindenhol azt látja az ember, hogy ezt vagy össze kellene integrálni. De nem tudom, hogyan kell összeintegrálni, mert egyelőre csak azt a, az utat járom, ami a szellemi. Hogy akkor én most rosszul csinálom, és nagyon elmentem ebbe az irányba, viszont nagyon jól tisztulok. Tehát egy nagyon jó, pozitív belső, belső visszaigazoláson van, hogy jól csinálom, viszont, viszont nincs meg a külső. Tehát amire vágyom kívül. De nem így kezdted. Nem úgy kezded, hogy azt kell nekem, amire vágyom kívül. Nem. Ugye, hát ezért nincs meg? De vágyom De rá. Nagyon helyes. Most már vágyol mi? Előtte lemondtunk mindenről a nagyszerű szellemi célokért. Aztán egyszer csak szomjasak lettünk, azt inni kell. Tehát lássuk meg, hogy a lélek szépsége az felülmúlhatatlan. Tehát, ha az ember letisztul, és jó minőségeket fejleszt ki magában bölcsesség, együttérzés, önzetlenség, odaadás, akkor előbb-utóbb vonzóvá válik. Ezt türelemmel ki kell fejleszteni. Futok az időből. Hát nem úgy nézem te. Nem úgy tűnik nekem. De hogyha esetleg türelmetlen lennél, az nem vonzó. Tehát, a pasik akkor rohannak el, amikor azt érzik, hogy a hölgy türelmetlen. És akkor messzire elrohan. Elhatároztál egy bizonyos utat, az nagyon komoly belső motivációból származik, amit nem lehet csak úgy fog fölülírni. És uh, itt bizonyos áldozathozatallal jár a magasrendű célok elérése. Tehát feladsz magadból olyan dolgokat, amelyek korábban teljesen természetes személyiségalkotók voltak. Viszont az a jó hír, hogy amilyen karmád van, mert újra teremtetted, vagy megteremtetted, az szembe fog veled jönni az úton. Vagy benyit ugyanabba a boltba, hova te, vagy egyszer leül melléd a buszon, vagy pedig egy padon pont ott fog várni a parkban. Ezek mind lehetségesek. Csak belül a tudat terében meg kéne nyitni a lehetőséget, és meg kéne nézni, hogy mi az, ami addig ezt lezárta, tehát csak akkor nincs ilyen külső esemény, ha belül ez még le van zárva. De És miért van lezárva? Mert úgy akartad azért, hogy te gyorsabban haladjál az úton. Igen. De, de mi? Tehát, hogy ez, most akkor ez jó, vagy nem jó? Drága szívem, feltettél egy kérdést, mert hiányod van. Az jó, vagy nem jó? De akkor meg a másik csorból. De most ne aggódj a másikért, hát nem is jött még az életedbe be. Hát nem csorbul. Hát a, a szellemi út csorbul. Na itt a probléma. Na, igen. Te azt hiszed, hogy akkor csorbul a szellemi út, hogyha mondjuk van egy társad, lesz egy gyereked, stb. stb. Nem, átalakul. Addig nagyon fontos kihúzatni üveghangra, hangra, amíg ezekben nem következnek, ezek az általad vágyott fantasztikus események. Nehogy azt itt, hogy egy házasság, gyerekvállalás és egyebek kellő alapok esetén csorbítanak a szellemi úton. A gyerekből lesz a legnagyobb tanító. A társból lesz a legnagyobb szövetséges. De ha nem, akkor azért nem, mert a karmád még nem volt olyan állapotban, és akkor elkezdenek az ellentétek rázni szét. És akkor a gyerekből teher lesz, a társból pedig ilyen porzalom, mert nem ért, meg én se értem, meg most mit akar, mikor én nem akarom, stb. Tehát attól függ, hogy milyen karmával mész bele. Ezért érdemes letisztulni, és nem rohanni sehova. Főleg, amikor akarsz valamit, akkor enged, hogy ez bejöjjön a kapun. Csak nyisd meg előtte a kaput. Itt. Tessék ezt az intellektuális békjót levetni, hogy ezek kizárólagosak. Ezek inkluzívak, ezek egymással együtt tudnak létezni, és ha ez belül egy gyönyörűséges meditációban letisztázódik, akkor egyben nyitod a szellemi gyakorlat terét, és a párkapcsolat családi élet terét. Ez egy jó nagy szoba. És lásd együtt, és kívülről azonnyomban megváltoznak a dolgok. Elhangzott egy kérdés a védekezés fontosságáról, amire mondtad, hogy a fal és az ajtó. De én bennem ez régóta kérdés, hogy, hogy ezek erről a falról a buta természet nyilván semmit nem tud gondolom De hogy nem. Hát látja, sőt menedzseli, hogy milyen magas legyen, milyen vastag legyen, stb. Eleinte nem tudunk róla, csak akkor, amikor beleverjük a saját fejünket a saját falunkba, akkor tudunk róla. És de nem hát véletlen, eb... hogy faladja a másik. De ezek a falak a személyiségnek a, a, falai nyilván, nem? Az azonosulás falai. Az a személyiségnek kell határ, ne viccelj. Hát nincs olyan sejt, aminek ne lenne határa, de ha bezárul a sejt, akkor a sejthártya nem átjárható. Kálium, nátrium pumpa leáll, kész, sejt meghalt. Tehát kell a határ. Ne légy olyan ember, aki nem akarsz lenni. Tehát kellenek határok. Ezek a határok átjárhatók bizonyos feltételek esetén. Tehát a fal Pont attól fal, hogy felépítettem. És azt mondom, hogy eddig és nem tovább. Te és te bejöhetsz, és más nem jöhet be. De ezek a, ezek a választások, ez a választó tudat, ez nem abszolút. Ez relatív. Ez feltételhez kötött. És hogyha az önzés megvan, mert az önkép és az önvaló különbözik, akkor rosszul döntünk. Akkor úgy tárjuk szélesre a kaput, hogy bejön, aki letarol. És a barát és a szerető, az pedig kívül marad. Tehát teljesen inverz módon nyitjuk az egészet, mert hamis az önkép. Jó? Tehát a védekezés és az akadály az nézőpont kérdése. Kívülről akadály, belülről védekezés. Ez a nyelv, tessék, több középkori filmet nézni, várostromosat. Jó. Igen, de ez mindig fenntartja bennem a, a dualitás érzését. Tehát a, Na ne? A, az a, de, de hát nem a, nem a cél a meghaladni? De. De el kell érni azt az állapotot, amikor nincs fal. De ezt a templomon kívül nem tudod tartani. Tehát ebben a világi húsdarálóban te nem tudsz védekezés nélkül élni. De hogy milyen az az állapot, amikor nincs védekezés, nincs dualitás, visszatérsz az egyévállás állapotába, ez ahhoz kell, hogy megismerd a fal természetét. Tehát, hogy az téglákból van hogy azt mi építjük, az nem önmagában való, nem önmagától létező, annyi kaput nyit rajta, ahányat akarsz. És olyan őrszemélyzetet állítasz föl, amilyet akarsz. Te képzed ki, te mondod meg, hogy működjenek. Ez teljesen más, mint amikor fölnézel, és körülötte csak a kő rengeteg, és látsz egy picike kis kékeget, és széttárod a kezed, nem tudom, hogy ez miért van. Borzasztó, be vagyok zárva. És közben ott a kezedben a kulcs, és ott van előtted az ajtó, csak nem látod meg. Jó? Tehát ez egy teljesen más szemlélet. És nagyon kell az, hogy tisztára söpörni a tudat terét, nincsenek falak, nincs én, nincs más, nincs, csak ebben nem tudsz megmaradni. Mert élni kell, működni kell, dolgozni kell, szerződést kell létezik kis egy tudatos váltás ugye a mindennapokban, hogy, hogy igenis létezik egy olyan tudatállapotom, mikor, mikor mondhatni a buta tudatban, eszem, hogy ezt, ezt a kifejezést használod erre a tudatállapotra, mikor, mikor amikor az ember próbálja, na mindegy, és egy másik tudatállapot, amikor a külvilággal. Nem ö, kettő. Ez nem kettő. Tehát, mert, mert ugye ez úgy tűnik, mintha egy folytonos váltakozásban lenne az ember, a tudatosságot meg úgy gondolom, hogy igen, tudatosan váltok a kettő között. Ez nem kettő. Ez fokozatos. Tehát pontosan most mire van szükség? Ebben a környezetben senkinek nem kell védekezni a mással szemben. Belépsz a pályaudvarra, már körülnézze, hogy pontosan kihez mész közel és kihez nem. Tehát azt akarom mondani, hogy, hogy azért ennek a, ezt, ezt hol lehet ezt a mindennapokban ezt a, 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 megtalálni, hogy, hogy tényleg most, most nem dobhatok vissza Jó, a most Tehát... egy feltétele válaszolok. Nem szólsz bele. Igen, még kis elnézést Látod? Már mondta. Tehát. Van egy kardot. Ezt a kardot nagyon jóra szeretnéd kovácsolni. Tehát néha fel kell nagyon komolyan izzítani utána olajba be. Utána megint fölízítom, kalapálom, kőkeményen kovácsolom. A damaszkuszi acél és a viking kardok pontosan ugyanazért voltak nagyon-nagyon jók, Annyit kovácsolták őket, hogy a széntartalom így rétegesen rendeződött, és ettől voltak szuper erősek és szuper A tudat ezt el tudja érni, hogyha kellő időt tölt visszavonulással és minden nap élettel. Visszavonulással és minden nap élettel. Egyszer nincs határ, nincs kettősség, tiszta tér, tiszta egységtudat, látod, hogy mi, hogy működik, de ha visszatérsz a minden nap életbe, és elképesztő módon kell tudni gondolkodni, érezni, beszélni, cselekedni, falakat emelni, lebontani, ajtókat nyitni, csukni azért, hogy korrekt ember légy, hogy megfelelő életet élj, hogy tud segíteni másoknak és másoktól segítséget elfogadni. Ez nem kettő. Ez eredetileg egy, amelynek tízezerféle megnyilvánulási módja van. Jó? Ne osszuk föl csak kettőre. Itt jóval többről van szó és akkor kellően edződsz. Edződünk mi mindannyian. Csak nem szabad egy oldalon hogy vagy ez igaz, vagy a másik igaz. Az egészet egyszerre lásd, és ezért tanítja az azt, hogy helyes helyzetfelismerés, helyes kapcsolatteremtés, helyes cselekvés. És ez felismerés függő. A buddha ugyanúgy működik minden helyzetben, mint hogy a tükör is ugyanúgy működik, ha van tárgy előtte, ha nincs. És ez nagyon fontos, hogy ne kettőben, ne osztva, ne külsőre, belsőre, jóra és rosszra tagolva lássuk ezt, hanem úgy, ahogy az van, pillanatról pillanatra. És lássuk meg azt az irányvételt, azt a fajta döntést, amivel mi a karmáknak irányt szabunk. mert az életünk is, és a halálunk is arra megy. Végezetül egy koant szeretnék idézni, a hatodik pátriárkától, amikor az üldözője el akarta venni tőle a buddha tálját és a buddha kassáját, amely a darma átadásának a materiális része volt, akkor ezek, mintha összefortak volna a sziklával, és nem tudta az üldöző megmozdítani. És akkor azt mondta az üldözője, nem a kassáért jöttem, nem a tálért jöttem, a buddha darmájáért jöttem. Kérlek, tanítsd nekem azt a darmát, amelyet az ötödik pátriárkától kaptál. Erre a hatodik pátriárka így szólt. Amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Ezt hallva az üldöző megvilágosodott, és azt mondta, kérlek, engedd meg, hogy a tanítványod legyek. Erre a hatodik pátriárka így szólt. Ha ezzel a tudattal élsz, akkor mind a ketten az ötödik pátriárka tanítványai vagyunk. Menj békével! Megköszönöm mindenkinek a ma esti jelenlétet. Remélem, hogy minél többet tudunk együtt gyakorolni, akár holnap itt, és hetényben, később a templomban, és menjetek békével! Köszönöm szépen!